Sziasztok! A mai napon a Hippokrátis szími játékot fogom bemutatni nektek. Ebben a játékban egy-egy orvoscsoport vezető doktorának szerepét töltitek magatokra, és igyekeztek meggyógyítani a korságban szenvedőket. Ellátni a sérülteket, miközben magas szakmai színvonalra törekedtek. Az a játékos, aki a leghatékonyabban képes egyensúlyban tartani minden elemet, lesz Hippokrátis méltó utódja és a játék győztese. A játék táblát fektessétek az asztal közepére úgy, hogy azon oldala legyen fölfelé, ahol ez a csúcs szimbólum látható. Válogassátok szét a doktorokat régiók szerint. A csoportokat külön-külön keverjétek meg, majd alakítsatok ki hat paklit, melyek mindegyike 5 doktorból áll. A paklikat képen lefelé helyezzétek a regionális toborzás zónába. Balról jobbra a következő sorrendben. Makedónia, Kárthágó, Perzsia, Alexandria, Athén és Küréni. Ezután húzatok egy doktort minden pakliból és véletlenszerűen helyezzetek képpel felfele egyet-egyet mind a négy régió független doktor mezőre a tábla tetején. megmaradt két doktort keverétek meg, és a tábla mellett alakítsátok ki belőlük az extra doktorok képpel lefelé fordított pakliát. Válogassátok szét a betegeket régiók szerint, a csoportokat külön-külön keverétek meg, majd alakítsatok ki 6 paklit, melyek mindegyike 12 betegből áll. A regionális beteg paklikat képpel felfelé helyezzétek a beteg sorok alá úgy, hogy a paklik régiója megegyezzen a toborzás a doktor pakliainak a régióival. Töltsétek fel a sorokat a megfelelő régió paklik első három betegével, képpel felfelé ráhelyezve őket az üres mezőkre. Ezután keverjétek meg a gyógyszer készleteket, és képpel lefelé helyezetek 4-4 készletet a számokra kijelölt 6 helyre. A paklik legfelső lapkáját fordítsátok képpel felfelé. A megmaradt hat lapkát tegyétek vissza a dobozba. A tudás lapkákat ugyanúgy készítsétek elő, mint a gyógyszerkészleteket. A gyógyszeres fiolákat, drakmákat és az 50-100 győzelmi pont jelölőket tegyétek a tábla mellé az általános készletbe. A játékelemek számának nincs felső korlátja. Ha elfogynának, akkor használjatok valamilyen alkalmas helyettesítőt. Minden játékos választ egy szint, és magához veszi a színének megfelelő játékelemeket, amik az alábbiak. Egy játékostábla, egy általános doktor, egy jelző, egy hírnévjelölő, egy fogadásjelölő és egy győzelmi pontjelölő. Ha négy játékosnál kevesebben játszotok, akkor tegyétek vissza a megmaradt játékostáblákat, általános doktorokat, foglalásjelzőket, a nem játszó színek győzelmi pontjelölőit, kivéve szólójáték esetén, és az asszisztens jelzőket a dobozba. Ezután tedd a játékostábládat magad elé az asztalra. Majd helyezd az általános doktorodat és a foglalás jelződet a táblád mellé. Vegyél el egy-egy asszisztens jelölőt mindegyik típusból. Válasz egy asszisztens jelzőt és helyezd a játékos tábládra. Maradék két asszisztenst tedd a táblád fölé. Ezután vegyél el hadd rakmát és tedd a játékos táblád mellé. Majd vegyél el egy gyógyszeres fiolát mind a három fajtából és tedd őket a játékos táblád mellé. Ezután helyezd a győzelmi pont jelölődet a győzelmi pont nullás mezőjére. Fontos, hogy szóló játék esetén is a három nem játékos győzelmi pont jelölőt szintén helyez a győzelmi pont sáv nullás mezőjére. Balról jobbra véletlenszerűen választva helyezzétek le minden játékos fogadás jelölőjét a fogadás sáv felső sorába. Ez a fogadás sáv sorrend. Ha négy játékosnál kevesebben játszatok, akkor a véletlenszerűen lehelyezett játékos jelölők után véletlenszerűen helyezzétek le az összes nem játszó szín fogadás jelölőjét is. A játékosok a fogadás sávon lévő sorrendjében helyezzétek egymás tetejére minden játékos hírnévjelölőjét a hírnév sáv induló mezőjén. A fogadás sáv, bal szélső játékosának a jelölője kerül alulra, a jobb szélsőjé pedig a legfelülre. Ez a hírnév sáv sorrend. Ha kettő vagy több játékos ugyanazon a mezőn áll a hírnév sávon, akkor a feljebb lévő mindig előbbre lévőnek minősül. Ha négy játékosnál kevesebben játszotok, akkor helyezzetek egy nem játékos hírnévjelölőt, három játékos esetén minden ilyen három játékos szimbólumú mezőre, két játékos esetén minden ilyen kétjátékos szimbólumú mezőre, szóló esetén pedig minden ilyen egyjátékos szimbólumú mezőre. Végezetül pedig a kezdő játékos magához veszi a fogadás kockákat. A játék négy körön át tart. A játékosok minden négy körben akciókat hajtanak végre, az alábbi öt fázis mindegyikében. Az első fázis a beteg fogadás, amikor is három új beteget fogsz kapni. Ez a fázis három fordulóból fog állni. A második fázis a fizetés. Ilyenkor kifizeted a doktoraidat. harmadik fázis a toborzás. Ilyenkor új doktorokat fogadsz fel és gyógyszereket vásárolsz. A negyedik kezelés fázisnál értem szerűen kezeled a betegeidet. Az utolsó ötödik fázis a pontozás, amikor is hírnevet, illetve győzelmi pontokat kapsz majd. Mielőtt tovább mennénk a szabályokban, nézzük meg, hogy egy beteg lapka hogyan épül fel. Először is szerepel rajta a beteg neve, másodszor pedig a beteg sorszáma. Ennek a sorszámnak csak négynél kevesebb játékos esetén lesz jelentősége a nem játékos fordulókban. Látható rajta a beteg által tett felajánlás drakmában is, annak érdekében, hogy előbb kerüljön sorra a várólisten. Felette a kezeléshez szükséges gyógyszerek kombinációja látható, ez alatt valamint a drakma értéktől balra pedig a beteg meggyógyításáért járó győzelmi pont van. A beteg fogadás fázisban minden játékos három fordulót hajt végre. Minden fordulóban az alábbi lépéseket hajtsátok végre. Az első a kockák dobása, amit az első játékos hajt végre. A második a betegek fogadása és az asszisztensek elvétele. Miután minden játékos végrehajtotta a három fordulóját, következik a fázis utolsó lépése, a felajánlások begyűjtése. Mindhárom három fordulóban egyszer a fordulók megkezdése előtt a kezdő játékos, vagyis az, akinek a jelölője a fogadássávon, balról a legszélső, Doba hat kockával is ráhelyezi őket az oszlop színeknek és számoknak megfelelő mezőkre. Ezek a kockák a helyükön maradnak minden játékosnál ebben a fordulóban. Ezután a játékosok egymás után fogadnak egy-egy új beteget. Fogadás sávnak két sora van. A felső a passzív sáv, ahol a fogadás jelölőd áll mielőtt fogadsz egy új beteget az alsó pedig az aktív sáv, ahová a fogadás jelölődet áthelyezed minden fordulóban, hogy fogadj egy beteget. A játékosok most fogadás sáv sorrendben, vagyis balról jobbra a felső sorban egymás után fogadnak betegeket. Mozgasd át a fogadás jelölődet a passzív sorból az aktív sor egy üres mezőjére, és vegyél el egy beteget az adott oszlop sorából. Nem választhatsz olyan mezőt, amelyen más játékos áll. Ebben a fordulóban csak te veszel el beteget ebből az oszlopból. Az oszlopból csak olyan beteget vehetsz el, amelyik mellett kocka található. Ha csak nem használsz fel egy asszisztens jelzőt, vedd el a beteget és helyezd le a játékos táblád vizsgálójába. Ha elvetted a beteget, kapsz vagy elveszítesz annyi gyógyszert, drakmát, asszisztenst, hírnevet és győzelmi pontot, amennyi azon mező alatt fel van tüntetve, amiről a beteget elvetted. Továbbá megkapod a beteg lapkán feltüntetett esetleges kenőpénzet is. Fontos, hogy még nem kapod meg a beteg által felajánlott drakmát. A beteg elvételét követően pedig vedd le a mellette lévő kockát a tábláról. Fontos, hogyha nem tudod kifizetni a teljes hírnevet vagy drakmát, akkor nem vetted el azt a beteg lapkát. Előfordulhat, hogy a kocka melletti mező üres. Továbbra is választhatod ezt az oszlopot és mezőt, de egy beteg lapka elvétele helyett az üres mezőn feltüntetett bónuszt kapod meg. A beteg normál elvételével ellentétben ilyenkor nem kapod meg, illetve nem veszíted el a jutalmakat. Asszisztens jelző használatával viszont átmozgathatsz egy kockát, hogy normál módon fogadj beteget. Ha négy játékosnál kevesebben játszotok, akkor amikor egy nem játékos jelölő következik a fogadássávon, keressétek ki a legmagasabb sorszámú beteget azok közül, amelyeknél kocka van egy még nem választott oszlopban. Mozgassátok a nem játékos jelölőt ebbe az oszlóba, Majd tegyétek vissza azt a beteget a dobozba. Ha volt kenőpénz a betegen, tegyétek vissza a drakmákat a készletbe. A nem játékosok nem kapnak gyógyszereket, győzelmi pontot és drakmát, de a mező alatt feltüntetett hírnevet megkapják vagy elveszítik, amikor eldobnak egy beteget. Ha nincs olyan elérhető oszlop, amelyik egy kocka melletti beteget tartalmaz, a nem játékos jelölőt az aktív sor legbaloldali belérhető oszlopába kell helyezni, és a fordulója véget ér. Szóló játék esetén az eldobott beteg mezője alatt feltüntetett hírnév elveszítése, vagy megkapása mellett a nem játékosok megkapják a jelzett pontot is, ha a legbaloldali oszlopba kerülnek. Továbbá a nem játékosok azonnal megkapják az eldobott betegen feltüntetett győzői pontot. Miután minden jelölő a passzív sorból az aktív sorba került, mozgassátok vissza őket a passzív sorba, megtartva az új vízszintes sorrendet. Ezzel a jelölők készen állnak a következő fordulóra. A játékosok végre végrehajtanak még két fordulót, kezdve azzal, hogy a kezdő játékos dobokockákkal. Figyeljetek arra, hogy a forduló között ne töltsétek vissza a betegek sorait. Erre majd csak a körvégén kerül sor. Miután minden játékos hajtott három fordulót ebben a fázisban, a fázis utolsó lépése következik, vagyis a felajánlások begyűjtése. Felajánlások begyűjtése során megkapjátok a vizsgálótókban lévő valamennyi új beteg által jelzett rakmákat. Miután tovább mennénk a második fázisra, nézzük meg az asszisztensek működését. Miután lejezted a fogadás jelölődet, és a második, negyedik vagy hatodik oszlopban hajtottál végre akciót, helyezd a megfelelő asszisztens jelzőt a játékos tábládra. Fogadás fázisban az elkövetkező fordulóid során felhasználod azt az asszisztens jelzőt, hogy eldöntsd, melyik beteget vedd el az általad választott oszlopban. Amikor egy jelzőt felhasználsz, tedd vissza a játékos táblát fölé, hogy majd ismét elvedd, amikor a megfelelő oszlopot választod. A csereasszisztens lehetővé teszi, hogy kicserélj egy kockát az általad választott oszlopból egy kockára egy másik oszlopban. Ekkor a kockád egy új oszlopban mozog, annak a régiónak a kockája pedig a te oszlopodba. A jótékonysági asszisztens lehetővé teszi, hogy a választott régiódban függőlegesen átmozgass egy kockát egy tetszőleges kocka értékhez. A kocka aktuális értékét nincs értelme átállítani, hiszen a fordulód végén egyébként is leveszed a tábláról. Az ütemezési asszisztens lehetővé teszi, hogy a kocka melletti beteg helyett ugyanazon régió pakliának a legfelső betegét vedd el. Továbbra is a választott kocka melletti mező alatt található dolgokat kapod meg, illetve veszíted el. További szabályok a asszisztensekkel kapcsolatban, hogy elkölthetsz egy asszisztenst, hogy egy kockát átmozgass egy üres mezőhöz, így egy beteg helyett drakmát kapsz. Viszont nem költhetsz el egy asszisztenst kocka mozgatásra csak azért, hogy korlátozd egy másik játékos lehetőségeit. A mozgatásnak közvetlen előnyt kell eredményezni a számodra. A játékosok fordulónként legfeljebb egy asszisztens jelzőt költhetnek, viszont felhasználhatsz és még ugyanabban a fordulóban vissza is kaphatsz ugyanolyan típusú asszisztenst. Asszisztens jelzők akkor is elkölthetők, amikor gyógyszerhez vagy drakmához akarsz jutni. Ez azt jelenti, hogy ha olyan asszisztenst kapnál, amilyened már van, akkor először elköltheted, hogy kapj egy gyógyszert vagy két drakmát, majd azonnal vissza is kapod azt az asszisztenst. fizetés fázis előtt nézzük meg, hogyan épül fel egy doktorlapka. Alul látható a doktor neve, felül pedig az azonosító szám. Ennek csak nénél kevesebb játékos esetén a nem játékos fordulókban van jelentősége. Jobb látható az a költség drakmában, amennyiért eredetileg felfogadod. A doktoroknak három szerződése lehet. Ha a mező gyógyszert mutat, akkor az szerződésre utal. A doktornak minden szerződést teljesítenie kell, hogy pontot szerezzen. Ebben a példában Leandrosznak két teljesítendő szerződése van. Ez az ikon mutatja meg, hogy mennyi győzelmi pontot kapsz, ha a doktor teljesítette az összes szerződését. Minden általad felfogadott doktornak, vagyis az asztalon előtted lévőknek, beleértve az általános doktort is, bért kell fizetned, különben távoznak. A kifizetett összeg a hírnév sávon elfoglalt pozíciótól függ ahol minden szektor jelez egy hozzátartozó drakma értéket. A hírnév jelölőt szekciója felett feltüntetett érték határozza meg az általános készletbe befizetendő összeget, melyet az alkalmazásodban álló minden egyes doktor után be kell fizetned a készletbe. Ha nincs elegendő pénzed vagy nem akarsz fizetni, dobd el az összes olyan doktort, akinek a bérét nem fizetett ki. Az eldobott doktorokért nem kapsz pontokat, még akkor sem, ha azok már teljesítették a szerződéseik egy részét. Eldobott doktor esetén dobjál minden olyan beteget, amelyik csak ahhoz a doktorhoz kapcsolódik. Ebben a fázisban hajtsátok végre az alábbi lépéseket. Az első lépés egy régió független doktor lefoglalása. A második lépés az új doktorok felfogadása és gyógyszerkészletek vásárlása. A harmadik lépés pedig a toborzás zóna visszaállítása. A hírnév sávon elfoglalt pozíciójuk sorrendjében a játékosok egymás után eldöntik, hogy lefoglalnak -e egy régió független doktort vagy sem. Ezek a tábla tetején található képekkel felfelé fordított doktorok. A lefoglalás fenntartja számodra ezt a doktort, akit az előbb említett második lépésben a fordulót során fogadhatsz fel. Ha így teszel, akkor fizess be két rakmát az általános készletbe, és helyez rá a foglalás jelződet egy általad választott és nem lefoglalt doktorra. Emlékeztető, hogy a hírnév sáv sorrendet jobbról balra kell meghatározni. Aki jobbra van, azt előrébb állónak kell tekinteni. Ha egynél több jelölő van ugyanazon a mezőn, akkor a fejebb lévőt kell előrébb állónak tekinteni. Ha jelölők vannak egymáson a sáv jobb szélén, és az egyik játékos közülük hírnevet kap, akkor a jelölője a jelölők oszlopának a tetejére kerül. Ha jelölők vannak egymáson a sáv bal szélén, és az egyik játékos közülük hírnevet veszít, akkor a jelölője a jelölők oszlopának az aljára kerül. Ha négy játékosnál kevesebben játszatok, akkor figyeljetek oda, hogy amikor egy nem játékos jelölő következik a hírnév sávon, akkor lefoglal egy régiófüggetlen doktort, ha még van belőlük szabad. Nem használ foglalási jelzőt, hanem egyszerűen visszateszi a legmagasabb sorszámú szabad doktort a dobozba. Szolójáték esetén egy nem játékos azonnal kap egy győzelmi pontot az eldobott doktoron lévő minden egyes szerződésért. Fordítsátok képpel felfelé minden regionális doktor pakli felső lapkáját. Ismét hírnévsáv sorrendben a játékosok választhatnak egyet az alábbi lehetőségek közül. Az első lehetőség egy regionális doktor felfogadása, a második egy gyógyszerkészlet megvásárlása, a harmadik csomagvásárlása, vásárlása, negyedik pedig passzolás. egy regionális doktor felfogadásához válasz egy elérhető doktort a toborzás zónából. Ez egy képpel felfelé lévő doktor, egy képpel felfelé lévő gyógyszerkészletoszlopában. oszlopában. be a felfogadási költséget az általános készletbe, majd képpel felfelé tedd magad elé a doktort. Most már készen áll a betegek kezelésére. Ha négy játékosnál kevesebben játszatok, akkor amikor egy nem játékos következik, tedd vissza az elérhető legmagasabb sorszámú doktort a regionális toborzás zónából a dobozba. Továbbá azonnal dobd el a gyógyszerkészletet és tudáslapkát is ugyanabból az oszlopból. Szólójáték esetén egy nem játékos azonnal kap egy győzelmi pontot az eldobott doktoron lévő minden egyes szerződésért. Egy gyógyszerkészlet megvásárlásához, amely akkor elérhető, ha képpel felfelé van, egy képpel felfelé lévő regionális doktor oszlopában, fizesd be az árát az általános készletbe. Majd tedd a megfelelő fiolákat a saját készletedbe, ezután pedig dobd el a lapkát. Fontos, hogy nem vehetsz el doktort egy olyan oszlopból, amelyből a gyógyszerkészletet már elvitték, és ugyanígy nem vehetsz el egy gyógyszerkészletet egy olyan oszlopból, amelyből a doktort már elvitték. megvásárolhatsz egy elérhető doktort és egy gyógyszerkészletet egyszerre is, ha azok ugyanabban a régióban vannak. Ha itt teszel, akkor jutalmul kapsz egy tudáslapkát is. Válasz ki egy régiót és fizest ki a régióban lévő doktor költségének és a gyógyszerkészlet árának az összegét. Tedd a doktort és a megfelelő gyógyszeres fiolákat a saját készletbe, és dobd el a gyógyszerkészlet lapkát. Továbbá vedd el a csomaghoz járó tudáslapkát is ugyanabból a régióból. A tudáslapkák mindig egyszer használatosak. Némelyek kézben tartva a megfelelő időpontban használhatók, de a villámszimbólummal ellátottakat azonnal fel kell használni. Használat után minden lapkát vissza kell tenni a dobozba. Egy eltett tudáslapkát el lehet dobni egyetlen tetszőleges gyógyszer helyett egy beteg kezelésekor a negyedik fázisban. Végezetül pedig nem kötelező akciót végrehajtanod, ehelyett passzolhatsz is. Az első, második, harmadik vagy negyedik akció végrehajtása után eldöntheted, hogy a korábban lefoglalt doktorodat felfogadod-e vagy sem. Ha felfogadod, akkor fizesd be az általános készletbe a doktor felfogadási költségét, kivonva belőle két drakmát, amelyet korábban kifizettél. Ezután vedd vissza a foglalás jelződet, majd a doktort képpel felfelé helyezd a saját készletedbe. Ha korábban nem foglaltál le doktort, akkor ezúttal nem fogadhatsz fel régiófüggetlen doktort. Hagyjátok végre az alábbi lépéseket. Először is vegyétek vissza a saját készleteitekbe a régiófüggetlen doktorokon maradt összes foglalás jelzőt, ha vannak. Másodszor az üres helyeket feltöltve csúsztassátok el jobbra a régiófüggetlen zónában maradt összes képpel felfelé lévő doktort. Harmadszor a regionális toborzás zónában maradt összes képpel felfelé lévő doktort. Balról indulva az órajárás irányában el kell mozgatni a régiófüggetlen doktorok zónájának jobb, legszélső, szabad mezője felé. Ezután, ha több regionális doktor maradt képpel felfelé, mint amennyi mező a régiófüggetlen zónában van, akkor dobjátok el a doktort a régiófüggetlen zóna jobb, legszélső mezőjéről, majd csúsztassátok jobbra az összes doktort a régiófüggetlen zónába, és helyezzétek a következő megmaradt regionális doktort a régiófüggetlen zóna most felszabadult mezőjére. Ezt addig ismételjétek, amíg nem maradt képpel felfelé lévő doktor a regionális toborzás zónában. Amennyiben nincs elegendő regionális doktor, hogy feltöltsétek a régiófüggetlen zóna összes mezőjét, akkor használjatok fel annyi doktort az extra doktorok pakliából, hogy nem maradjon üres mező. Ha nincs elég doktor a régiófüggetlen zóna feltöltésére, akkor a következő körben négynél kevesebb régiófüggetlen doktor lesz. Ebben a fázisban nincs jelentősége a játékos sorrendnek. Rendelj hozzá egy a vizsgálódban vagy sürgősségi szobádban lévő beteget egy vagy több olyan doktorhoz, akik alkalmazhatnak a beteg számára szükséges gyógyszereket. Ha egy beteget egy doktor teljes körűen képes kezelni, akkor más doktor nem rendelhető ahhoz a beteghez. Tehát nem rendelhetsz hozzá egy doktort egy beteghez csak azért, hogy teljesítsd a doktor szerződését. Helyezd rá a szükséges gyógyszereket a beteg lapkára. Ha a feltételek, vagyis az orvos és a gyógyszer hozzárendelése közül bármelyik is nem teljesül teljes mértékben, akkor jelenleg nem kezelheted ezt a beteget, és az a játékos táblán marad. Fontos, hogy különálló gyógyszeres fiolák bármikor vásárolhatók és eladhatók. Egy gyógyszer három drakmáért vásárolható meg, és két drakmáért adható el. Ne felejtjétek, hogy asszisztens jelzők elkölthetők két drakma helyett. Ezek vizuális emlékeztetői megtalálhatók az asszisztens jelzőkön és a játéktáblán. Egy betekezelésekor egyetlen tetszőleges gyógyszeres fiola helyettesíthető egy tudáslapkával vagy egy asszisztens jelzővel. Egy időben egynél több tudáslapka és asszisztens jelző is felhasználható. Az ebben a körben szerzett doktorok és betegek tetszőlegesen rendezhetők csoportokba. Az előző körökből maradhattak meg doktorokból és betegekből álló csoportok, ezek a már meglévő csoportok nem rendezhetők át, azonban kapcsolhatók hozzájuk új betegek, doktorok és vagy más meglévő csoportok. Ebben a fázisban a játékosok egy a következő lépéseket hajtják végre az alábbi sorrendben. Először is a betegek mozgatása, majd hírnév szerzése, ezt követően betegek elbocsátása, majd doktorok visszavonulása, végezetül pedig kenőpénzek hozzáadása és sorok feltöltése. Minden kezeltlen beteget helyez át képpel lefelé a sürgősségi szobádból a játékos táblád alján található szekcióba. Ők arra lettek károsztatva, hogy a játék végéig hádész csarnokaiban bolyongjanak. A vizsgálódban maradt betegek állapota romlik, őket át kell helyezned a sürgősségi szobádba. Hírnévsáv sorrendben állapítsátok meg az ebben a körben kezelt betegeitek, vagyis a doktorokkal összekapcsolt még képpel felfelé lévő betegek számát, és annyi hírnevet kaptok. A példa kedvéért ebben az esetben két hírnevet kaptok. Minden ebben a körben kezelt betegért megkapod a beteg lapkáján feltüntetett győzelmi pontot, majd a gyógyszereiket tedd vissza az általános készletbe. A lapkáját képpel lefelé fordítva elbocsátod a beteget. Az többé nem számít bele sehová, de maga a lapka a doktorhoz, illetve doktorokhoz csatolva marad. Ezzel jelezve, hogy az adott doktor egy szerződése teljesült. Minden olyan doktorért, akinek az összes szerződés mezőjéhez kapcsolódik lapka, megkapod a lapkáján feltüntetett győzelmi pontot, majd a doktor visszavonul, és a lapkáját vissza kell tenni a dobozba. Ha ezután van olyan beteg, amelyikhez nem kapcsolódik doktor, szintén visszakerül a dobozba. Fontos, hogy amikor az általános doktorod minden szerződését teljesíti, dönthetsz úgy, hogy a visszavonulás után is foglalkoztatod. Megkapod az értejáró győzelmi pontot, majd dobd el a betegeit, amelyiket lehet természetesen, és ismét áll a használatra. Viszont ne feledd, hogy a második fázisban bért kell fizetned neki. A megmaradt betegeket csúsztassátok el az oszlopaik teteje felé, és kenő pénzként helyezzetek rájuk egy-egy drakmát. Az üres helyeket töltsétek fel új betegekkel az oszlopok megfelelő pakliaiból fentről lefelé. Végül dobjátok el a megmaradt képpel felfelé lévő gyógyszerkészleteket és vagy tudáslapkákat, majd a következő körhöz fedjétek fel minden gyógyszerkészlet és tudáslapka pakli felső lapkáját. A játék négy kör után véget ér. Még kezelhetsz bármennyit a sürgősségi szobádban maradt betegeid közül, doktor használata nélkül, ha van hozzá elegendő gyógyszered. Ezekért az önterápiás betegekért nem jár győzemi pont, hanem a lapkáik visszakerülnek a dobozba. Ezután minden kezeltlen beteg átmozog Hades csarnokába. Három győzelmi pontot veszítesz minden a játékos táblád alján található HDS csarnokában bolyongó betegért. A legtöbb győzelmi pontot gyűjtött játékos felelt meg leginkább Hippokrátész tanításainak, és így önnyeri a játékot. Döntetlen esetén az érintettek közül az győz, aki előrébb van a hírnév sávon, vagyis a legjobb oldalibb, illetve legfelül lévő játékos. Szóló játék esetén a helyezésed a nem játékos színek győzelmi pont jelölői alapján alakul ki. Ezek lettek volna Hippokrátész szabályai. Köszönöm szépen a figyelmet, és találkozunk a legközelebbi videónál.